kedves néző, állampolgár, ember. Mindjárt kezdődik az est. A bátyám gitárművész. Hallják? Na nézzük! Köszönöm, köszönöm. Jó estét kívánok. Beszélgettünk Ferussal, szobafestő mázoló barátommal a mezőgazdaságról és a szőlőművelésről. Ferus nem egy tipikus földéhes ember, ő nem szereti a mezőgazdasági tevékenységet. Azt mondta, hogy Tibike mellettem nem kell kapálni a nőnek. Egyedül fog. Szent László, minden rendben van, láttam működés közben a legcinikusabb pincért. Ment egy hölgy, egy molettebb hölgy, egy fagyit kérnék. Nem kell az már neked. Lemondott a pápa, én meg is értem, hát ebben a korban már inkább az unokákkal akar. És amikor ment ez a casting, hogy a konklávé összeült a nunciatúrán, és ment a milyen furcsa szavak. Tanciatúrán, hogy ki legyen a következő. Van ez a szép szokás, hogy felszáll a füst. Hogyha fű, akkor holland pápa. És asztalos dolgozott nálunk éppen, nézte a tévében, hogy megy. Szóval tényleg jó ez, hogy felszáll a füst. Miért kell elégetni az előzőt? Engem plébánosnak szánt nagyanyám, gitároztam is a misén. Már akkor sem tudtam játszani, csak akkor még bíztam a jó Istenben. Ott nem tudok, hát majd csak lesz valami. Az rokon szakma a plébános, azok is stand-up volna, csak ritkább az új anyag. De én ott is a lázadás szelleme lennék, a Vatikán műveknél, kiadnám a Bibliát DVD-n, meg keveset olvasunk már, fel kell rakni a YouTube-ra, és a végén Baki parádéval még nagyobb nézettséget lehetne elérni. Mózes a Vöröstengernél. Utána blügy, 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 blügy. Vagy állna Noé a bárkán. A vakond meg lemmaradt. Azért is kellett ezt feldolgoznom, mert Bucsú Szent László, ahogy a neve is mutatja, búcsújáró hely, minden évben kétszer jön Jézus béközepe. A nénik. Vatikán Woodstock van, avagy katolikus büszkeség napja. Már a buszban, ahogy jönnek, elkezdődik a szent képcsere. Egy Jézus, három keresztelő Szent János, így váltják a nagyavarutát. Egyszer dobtam be egy szupernek, megzavart a rendszer teljesen. Ez olyan, mint az autós kártya a gyerekeknél, hogy csodák száma 6! És én még láttam olyan szent képet, aminek a hátulján volt vázlatos pogácsa recept. Kiszállnak, vattacukor, naftalin és vasírt szagál meg a falu felett. Vásárolják a Vatikán merchandising különböző termékeit, a világító Jézus, meg a foszfereszkáló Szent József, stb. Stb. Egyszer egy néni válogatott a szent képek között, azt mondja, ez se jó, ez se jó. Tessék mondani, valami fájdalmasabb, nincs? Meg a... Mentünk a pápai temetőben a... feleségem nagyanyát vittük egy nagyon messzi sírhoz, rendkívül fontolva haladva. És jött szembe egy hasonló karaván. Fékeztünk. Élő Facebook alakult ki. Szerbusz, Ildikó! Szerbusz, hát még megismersz, te ki vagy? Ez megvan a kocsmában is, az élő Facebook, mikor már mindenet összevesztek, mindent megbeszéltek, egyszer csak felmerül, hogy de az Imrét azt ismerted? Melyik Imrét? Ott laktak a régi Martóházban, Jakafiász, Kucsárházban. Nem ismerted, biztos ismerted. Ott laktak régi Marta, nem ismerted, rá ismerted.
De nem, mondom, de nem. Na, az Imrének volt egy öccse, nem? Nem, az Imre volt az öccse. Aló, az Imre a saját maga öccse volt, furcsa család volt az mindig, furcsa család volt. De a Béla az hányas? 51-es. Nem létezik. Nem. De akkor én már régen az AIF-nél, akkor én már jöttem az AIF-től. Vagy nem mentem a túlszramot. Á, nem. És ott volt a Béla, de már ő se tudta eldönteni, mennyi idős, mert belegabajodott ebbe, hogy most tapossa tőti, vagy belelép, hogy ebbe. Na, visszatérve, néni kiszálltak a buszból, indítják a Szent Imre herceget, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni. Szépen lassan, rock'n'rollosan, Alice Cooper-esen indul. Gerjednek a hallókészülőkek. Ezt 5000-re meg kell szorozni, ez csak egy öreg asszony, hogy 5000-re vannak csak. Szent Imre. És közben a bucsusok, a ringlisesek ráúsztatják a kokkodzsámbót. Kinevezték jegybank elnöknek Matolcsi Györgyöt, a forint felsekelt aznap, egyből ágyba kérte a reggelit. Infúziómmal azóta a forint. Matolcsi György, Orbán Viktor jobb keze. Tűzbe tennénk. Nekem vannak ötleteim, mert az a probléma, hogy Magyarországon a felső 10 000, 5 000 fő. Azért így nagyon nehéz lesz a kilábalás. Úgyhogy ezek a fideszesek is, vidéki süttyók, mint én, ezeknek is volt egy nagyanyjuk, aki tudott spórolni valószínűleg. Így úgy, hogy kéne egy ilyen mamma a költségvetés felé, bármilyen kiadás van, költségvetési manőver, meg kell kérdezni a mamát, és hogyha ő belemegy, akkor igen, ha nem, vétójoga lenne a mamának. Böszme vagy te, édesfiam, stadiont akarsz építeni, mindjárt fejbe váglak. Hát vannak még éhes gyerekek, normális vagy? Majd mama, csak a stadion, nem, majd akar. Most voltak a jégkorszak 4 vagy 5, nem tudom, forgatták a Pintér Sándorra, mentek a hóba Viktorék, itt akkor már jó az út, itt. Küldött SMS-t is a Pintér, most már a Viktor küld minden este, hogy fogat mosni. Imádkoztál? Hol a kezed? Ezek meg lesznek. Átírnak mindent, alkotmányt, most a 10 parancsolatnak lesz egy ilyen magyar változata. Ne lopj, majd mi. Ugyanis van ez a, hogy Magyarországon nincsen földrengés, cunami, van a Lajos, a Simicska, van egy komoly betegsége, a közpénz bulémia. Az állami megrendelések gombóc Artúrja. Azt is. A másik megoldási javaslatom, ki kell küldeni valakit Monte Carlóba, a kaszinóba, és a piros 47-esre az egész államháztartást, adóbevételeket, mindent fel kell tenni, vagy az van, hogy veszít, ugyanott tartunk, ahol vagyunk, teljesen minden. De hogyha megnyeri, akkor másnap már pikk szalámival ütik a drágább lacacért tüntető nyugdíjast, az Andrássy. Állnak Szent Lászlón a közmunkások, és elefánt csontnyelű gerebjével söprögetik a 20 000-est. Lóg a szájukból a szivar, amit még Fidel Castro sodort 58-ba Che Guevara combján. Nagyapám szőlejében Gucciba lenne madárijesztő. És jön ki a templom egere, kaviár mérgezésbe hal meg. Na, jó ötlet! Ha-ha. Úgyhogy változások vannak, de demokrácia van szerintem a Fideszben egyébként. Ott kőpapírollóval dőlnek el a dolgok. Csak Viktor mondhat flexet is. Problémák vannak ugye a történelmi ismeretekkel is, mert szörnyű ideológiák így lebegnek még, hogy szobrot akarnak Hortinak, meg Kádárnak, nem tudom miért jó ez, mert voltak ilyen kultúrák, Ó-Egyiptomban például, hogy fallosz szobrokat állítottak. Itt meg ezeknek a faszoknak akarnak. Mert nagyapám volt a Donkanyarba, ebbe a sítáborba, csak nagyon ritkán jött a Lanovka, nem szerették. A Kádár idejében meg volt blog, csak akkor a haverod írta rólad. A Judás Facebook. Működött?
Meg ilyen, hogy ki van a szalámint, Ferenc Jóska. Ilyen identitásválság, és eredeti magyar íz rá van írva. Kéne egy ilyen akció a Tesco-ba, hogy aradi vértanúk, gyűjtse össze mind a 13-at most ajándék, plusz hajnaúval. A Tesco-ba minden akciós, olcsó, de olcsó. Na, Tesco gazdaságos, balatoni hétvége, Gárdonyba. Olcsó. Mondjuk a prostitúcióba még nem szállt be a Tesco. Olcsó lányok, de fáj a fejük. Na, volt évértékelő. Viktor ugye ő, hát ő az átlagszavazót szólítja meg. Ha? Egyszerűen kell fogalmazni, le van butítva a politikai kommunikáció. Magyarország olyan, Magyarország olyan. Olyan. Mindegy kis ékszeres doboz. Amit kiraboltak. Én tudnék ilyeneket írni a Viktornak, a beszédére, hogy egy-egy mondatot így bele kéne írni a beszédbe, és így olvassa fel, meglepődne ő is, hogy hóba húgyozott autogram az élet. A politika művészete olyan, mint a hajnali fénybe megcsillanó csincsilla tetem. Én azt mondtam, Magyarországon a közbiztonság kiváló, de akinek aranyfoga van, ne ásítson. Oktatási elvonások is vannak, majdnem reformot mondtam. Oktatási elvonások. Piacképes oktatás lesz. Jogász, fodrász, szak. Nem ilyen hajat akartam? Perejbe? Perejbe? Lesz az ELTE-n munkanélküli szak. 3 éves, de nem kell bejárni. Ez lassan a poén? Ilyenkor hosszabb a madzag a poén dinamitól, meg kell várni. Mindegy, ezt már ne várjuk. Van röghözkötés is, hogy ne menjünk külföld. Hát szegény régészek, nem? Hát, nem kell menni Egyiptomba, mélyebbre kell ásni. Hát, meg amit nehéz mérni, az az állampolgársági vizsga, hogy ki mennyire magyar. Van, aki ezt így mérik. Patika mérik, nagyon mély magyar, ennyire mély magyar. Hogy van-e ott olyan, hogy alap, közép és felső fok? Na, az alapfokot, az aranycsapatot tudod, de hidegkutit néha kihagyod. Ja igen, hidegkuti, Puskás, Cívor, Damjani, Csauli. Hát, szóval van a középfok, ott már nehezedik a dolog. Legyen honvágya 15 perc áll rendelkezésére. És van a felső fok, ahol lovon állva kell kirakni a Rubik kockát. Az a... És ott tartunk az oktatásügyben, hogy mi van kiírva a kórházban? Beteg felvétel. Hát nem elég abban a szerencsétlennek, még oda is felvételeznek el, komolyan mondani. De volt ilyen rokkant felülvizsgálat, mentek a rokkantak, ült a rokkant születik zsűri. Jöttek a próbálkozók, hogy nincsen lábam. Az bárki mondhatja, step! Ilyeneket nem mondanak el. A matekórán nem esik szó a THM-ről. Miről van szó a matekórán? Csonkagúla felülete. Érettségi óta nem találkoztam csonkagúlával, nem tudom. Végy egy paralellepipedon. Azt mondom, miért vegyek paralellepipedon? Nagyon ritka, meg mennyi az X? Honnét tudjam? Azért X? Így jelöljük. Van az Y, az egy másik szám. Na most komolyan ilyen, hogy kislabda hajítás. Volt már valaki úgy állásinterjú, hogy... Úgy néz ki, hogy minden rendben lenne, de... Kislabdát, azt meg el kéne hajítani. Jó, most egy tigris bukfenccel keressük meg. Gyertyaállás. Nem olva gyertya, rendes gyertyaállás. Bordásval. És volt már valaki, van a tornasor, volt már valaki úgy postán, hogy tornasor. Ott van a Tornyos Gábor, mindig mögöttem álltál. És te, ha már itt tartunk, a postás képzésen van-e levelező szak? Ki volt az, aki kitalálta azt a szót, hogy tértívevény? Annak semmi értelme. Az olyan, mint egy Lázár Ervin mesefigura. Tértívevény és zsalugáter. Ez is elindult a koponyányi monyóhoz. Karpa szományba, az ámbitus alól egy rahegyli vájlinggal, nagy rösssel, nagy garral caplattak.
a kőröndön át, tirádákkal, kimarjult kezekkel, nyakló nélkül, tőgy melegen. Ilyen jelszava. A Magyar Postán az a jó, hogy van az, hogy ajánlva, az azt jelenti, hogy kivisszük. Azt kell, akkor kiviszik, úgy kell kérni. Meg van az, hogy lehet. Ha arra járunk, ha úgy jön ki a lépés, ahogy esik, úgy puffan, ha épp oda érünk. És van az utánvét, amikor te fizetsz még utána. Én kaptam utánvétele csomagot, egy gatya ott maradt egy fellépése, ma már nem iszom traktoros lányok gumicsizmájából a Tesco pezsgőt. Utána küldtek egy gatyát, elmentem, a post, egy gyakorló postára járok, az azt jelenti, hogy gyakorló posta van, egy idős néni és egy fiatalabb avatárja. Ki helyette pecsétel. Őzve egy horvátné súlyos anomália és gyakori mizéria, tanítványa. Eleve a Magyar Postán repül az idő, mint egy ólomszárnyú betonbagoly. Az előttem álló csajnak a derét tett kóját felből le tudnám rajzolni. Meg van az a típus, aki kiszedik a szemöldöküket, ez az önkéntes Niki Lauda. Típus, ez állt előttem. Lényeg, hogy rákerültem. Rákerültem, mondták, ez nem itt van, ez a központi postán, nem tudom, mihez képest központi postán, elmentem a központi postára, ott is álltam, mondták, ez nem, mert ez ekkora univerzumban a központi posta, mert azt mondják, hogy 5 milliárd évre van még elég hidrogén a napban, hát mondom, a gyógyszertárban nem lesz időm beugrani, az biztos. A harmadik sorba álltam már, mindegy, a lényeg. És amint rákerültem volna a harmadik ablakra, elhúzta a függönyt a néni, hogy műszakváltás. Úgyhogy most visszamegyek, és fegyverrel fogom befizetni a csekkeket. Semmi hősködés. Ez egy csekkbefizetés. Nem kérek sorsjegyet, nem kérek sorsjegyet. Nincs apró, mondja meg, nincs apró. De most már nem lehet bemenni a benzinkútra fizetni, így kell bemenni a benzinkútra, hogy nincs Supershop kártyám, nem ütöm a pontokat, nem kell a plusz patkány, nem kell üdítő. Tanítják meg, hogy a vendégségben hogy kell jó pofát vágni, hogyan viselkedjünk a vendégségben, hogyan védekezzünk száraz süti kínálás ellen, hogy ne, az egy ilyen küzdősport. Ne. Mert hogyha eszel belőle, akkor utána 40 évig azt kell lenni, mert te szeretted, annyi ezzel lenyomtam 40 évvel ezelőtt. Nehéz elindulni a vendégségbe, mert én most figyeltem meg, hogy a feleségemnek van egy ruhája, amit addig vesz fel, amíg eldönti, milyen ruhát vegyen fel. És ez indulhatunk, az azt jelenti, hogy 70-től 150 percig lehet, hogy majd talán egyszer elindulhatunk, ha úgy alakul. De visszafelé meg bosszút állunk, hogy akkor mehetünk, és akkor az egy ugyanilyen. Visszaút, édes a bosszú. Rögött az operatőr is, ez nagyon jó. Pénzért szórakozik. Na. Elindulunk a vendégségbe. Vagy ezt, hogy most én tegezem, vagy magázom, vagy tegezem, vagy csókolom, vagy hello az Erzsi, mit kell mondani az Erzsi néninek? És van egy ilyen köztes megoldás, hogy csomhó. Csomhó, igen. Kicsit lassabban pufferel ott az az oldal. Csomhó. Lemondott a pápa, az megvan? Ja. Na, hogy van egy ilyen, amikor a nagybácsok elkezdik mondani a kamasztányoknak, hogy nem csókolom, hanem hello. Következő dilemma, hogy puszi, nem puszi, miért adtam puszit, miért nem adtam puszit, kellett volna puszit, nem kellett volna, az ember elindítja a puszit, és közben már rájössz, hogy nem kéne, mert akkor már elindult, nem tudod félbehagyni. És van az a puszi adó, aki a másodiknál mondja, hogy egyébként 6 napja, fosokám csak. Nem fertőző. Jönnek a kínálók, van az a típusú kínáló, hogyha te viszel neki bort, akkor talán megkínál belőle, de ő még egyedül meghúzza a hűtőajtó mögött. Én már jártam így, hogy józanabbul távoztam, mint ahogy érkeztem, a szörnyű. Van a másik, azt szeretem, én is ilyen vagyok, a túlkínáló típusú vendéglátó, az túlkínál. Így kezdi a vendéglátást, hogy aperitív előtt iszunk még valamit?
És mindig van még egy mondat, hogy folytónak az útra. Szent János áldás. Mi van a fának? Mit mondott az öreg kis? Föszivatja, kiizzadod. Last, very last. Ezt már nem hagyjuk meg, 36 liter. És ott ébredsz. Ott ébredsz egy fotelágyba. A fotelágy az ugyanannyira alkalmatlan bármire, mint van ez az ülő alkalmatlanság. A puff. Ilyen nevet adni, mint ami történni fog, mert hogyha egy puffon iszol, akkor mindig lesz egy pillanat, amikor puff! Elfeled. Az olyan, hogyha azt mondanánk a létrára, hogy recs. A telefonra, hogy csörr. Vagy ez van, vagy pedig szakaszos távozás van. Stockholm-szindróma alakul ki. Még egy kör mindig van. Még a garázsajtónál, még a sövénynél, még a gázóránál. Még a postoládánál, még a hídon, mert a papa tolat le a hídról, mama nem mer letolatni a hídról. Papa, gyalog vagyunk, ja? De már közben a papa eltöltött másfél órát a cipőszekrénynél, mert nem kell neki segít, nem vagyok én részek. Hagyja! A sérült gólya, ez a karatekölyök figura. Jaj, nem kell nekem segíteni, mondom, ne, hagyja, mert föl tudom, hogy nagy nehezen felveszi a házigazda feleségének a tűsarkuját. És szerintem Magyarországon évtizedek óta pár ezer darab bombonos doboz kering. Átadjuk, visszaadják, visszaadjuk, átadják. Ez a családi emlékkönyv, meg kell jelölni, és akkor... A tokai aszúnak a 99%-a, az meg a polcon budjanik meg, azt nem mondjuk meg, mert az jó bor. A saját sajú borunkat isszuk. Ez olyan, mint a porótó, csak vészhelyzetbe. Több ezer liter megbudjan tokai. És van a házas pár, ahol a férj nem iszik az asszony előtt, az asszony nem dohányzik a férj előtt. És nem érti a férj, hogy miért kell inni titokban a spájzban, a füstben. És van a Szküllák és Karugdíszek között a legnagyobb a vendégségben, amikor hozza, ezt kár volt mondanom, mert tavaszi szüneten vannak a bölcsőszek, de minden, hozza a házigazda acetonos technokolos házi pálinkát. Ezt meg kell kóstolni, ez a... Ittam már belőle tavaly, tudod, hogy próbálsz menekülni, hogy autóval vagy. Jó, nem hallja már, mit mondasz, ezért kell rásegíteni. Autóval vagyok. Mert hogyha iszol belőle, akkor megint egy évig donut kacsaként tudsz csak megszólalni. Azt a kurva ágyfokos, ezt ikérik itt! Mint amikor jönnek le a Simpson kentaurok a szőlőhegyről. Monalizás mosoly, muslinca glória. A szemük árpádkori templomablakká alakul. A szájuk Joker szája vörösbortól. És ilyenkor, hát most tél van megint, még mindig, tehát télen is sisak nélkül jönnek, bukó sisak nélkül jönnek, mert azt nem veszik fel, csak azért van, hogy a családnak a csemegesz hőlőrt. Az van, ugye? Mert ha nincs tányér a gulyáshoz, de ők nem veszik fel, ezért lefagy az arcuk, és egész este Latőr Mit Zoltánként tudnak csak rendelni.